boldog születésnaphoz. Érdemes megöregedni? Hogy kérdezzem meg magamtól inkább? Tudjátok, az a vicc benne, hogy amide annyi okunk van keserűnek lenni. És azt mondani, hogy valami ilyen rohadtul rosszat csináltunk, hogyha még mindig itt tartunk. De nem ilyen egyszerű ez. Egész egyszerűen nem tehetünk úgy, mint hogyha a mérlegnek csak egyetlen oldala lenne, és azon az oldalon mi állunk. Egy kicsit ennél bonyolultabb a helyzet, és látni kell a túloldalt is. De most inkább róla. Ahogy én gondolkozom, mindazon, ami történt, egyre jobban látom, hogy könnyű volt neked. Hát először is volt egy fáklyád, ami meghatározta az életedet, idejekorán találkoztál vele, és magadévá tetted. Megmondjam, mi volt az? El is mehetek, ha nem akarod maga, hogy megmondjam. Azt írja idejekorán, szerintem már 70-ben is a Tarcsi, de legkésőbb a második kötetében, hogy félnek a szótól. Félnek a szótól, ha igaz, és ha vádol. Félnek a papírra rávésett lángtól. Az igaz szavaknak békjóval bókol a vérrel kitömött bábuk világa. Tüdejét jötni a szép tavasz újjá, virágbűvölő fénysípját fújja. Fekete arcomat bánatok tépi, nem rejt előlük sem templom, sem kocsma. Kik ülnek törvényt a harmatos sziklákon? Kivéthetetlen szó kell a vádhoz, s kivéthetetlenül csak azt tud szólni, aki a rejtelmet írtja némaságával is. És azt hiszem, te idejekorán elszegődtél annak az embernek, aki a rejtelmet írtja némaságával is. És aztán könnyű volt neked szerintem azért is, mert megtaláltad azt a bizonyos egyensúlyt és harmóniát. Miről beszélek? Arról, hogy annak ellenére, hogy milyen sorsod volt, mint családi háttér, és hogy képességeid, tehetséged ellenére nem az volt az adekvát út a szülői ház számára, hogy gimnázium, egyetem, doktorátus, hanem fiam, kenyérkereső szakmád legyen. Fiam, hát azért lehetőleg ne felejts el cigánynak lenni se, úgyhogy na jó, de akkor abból már inkább a jazz felé, nem a hagyományos kávéházi zene. Te ebből a háttérből és indítatásból is tudtál értelmiségi lenni. A magad erejéből, a magad tehetségéből, a magad elszánásából. Munka mellett. És nem szégyeltél tanulni. Felnőtt fejjel. Nem lehetett egyszerű. De amitől valahogy mégiscsak könnyebbé vált szerintem, hogy közben a cigányság lényegét jelentő másik oldalt sem felejtetted el. És azért is beszélek ilyen optimistán, mert azt mondom, hogy tudod mit, van folytatás. Ne is törődj vele. Az új generáció már megtanulta, hogy igen, lehet valaki egyszerre értelmiségi, de ugyanakkor nem felejt el cigány maradni, úgyhogy zenél, táncol, és tudja, hogy cigányok között muszáj valamit tudni.
vagy tanulni, vagy táncolni, vagy tisztességesen, vagy rendes köszöntővel megszólalni. Az a minimum, nem? Úgyhogy... Mit mondhatjuk itt neked? Megtanítottad, hogy ezt ne felejtsük el, a saját életed példájával is, és hát talán a következő nemzedék sem felejti el, hogy igaz szavakat kellene szólni, mert az írtja csak az emberséget, hogyha a magam szavaival akarom mondani. Persze a másik oldalról meg nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert olyan ez, mintha az elnyomás minden harcunk ellenére nem kisebbedne, hanem erősödne. Ha belegondolok, amióta az eszemet tudom, követeljük, hogy legyenek intézményeink. És most éppen ott tartunk, hogy ezt is vissza kell adni. Talán. Szóval, mi van? Biztos, hogy jó helyre jöttünk? Biztos, hogy el kell fogadjunk ezt a laposztást? Biztos, hogy ennyi volt a demokrácia? Vagy még ennyi se? Szerintem kérdezni fogjuk ezt még a jövőtől később is néhányszor. Tudod, születésnapodon azt kívánom, hogy azzal az ifjúi héttel, elkötelezettséggel, ami mindig is volt benned, érjél minket 100 évig. Legyen erőd nem csüggedni, legyen erőd igazat mondani, legyen erőd magad köré gyűjteni az új romai értelmiséget, amelyik végre talán megszületett. Jó, inkább úgy mondom, hogy diplomások értelmiség még nem biztos, hogy van belőle. Bocsánat, fiatalok, elszántam magam, hogy igazat mondom. Vettem a jelő példáját. Szóval ideje lenne valami érdemben. És mit tehetnék más, mint kívánok neked ehhez? Budban zorszáztipolása, andes elebe a sedén.